Az a tapasztalat, hogy a bíróságok mindent elkövetnek azért, hogy ne jussanak el tárgyalásig, de nem a tárgyalásig, már az illeték lerovásnál elkaszálják az ügyeket, mert kirolják a 6%-ig. A tapasztalat ismételten, hogyha a családban mondjuk a feleségnek van egy kifizetett gépkocsi, mindegy az, hogy 20 éves 100 000 forintot nem ér, nem adják meg az illeték feljegyzési jogot. Tehát van joguk, jár, de nem jut. Közben meg folynak a kilakoltatások, a végrehajtások, és a fizetésekből és nyugdíjakból való letiltások. Mert amit meggyalázhattak, azt a bankárok meg is gyalázták. Miért mondom, hogy így van? Azért van ez így. Egy rövid, néhány hónap után kiderült, jelenleg 1600, hogy mi is történt itt valójában. És egy idő után, amikor már úgy több ügy keresztül ment a kezünkön, és szembesültünk azzal, hogy a nagyszülők, a szülők nyugdíjai le vannak tiltva, akkor elkezdtük megkérdezni az adósokat, hogy miért lettek a szülők és a nagyszülők adósként feltüntetve a kölcsönszerződésbe. Azt mondják a fiatalok, hogy azért, mert a nagyszülő biztosította a jelzálog fedezetet. Hát igen ám, de ebbe az esetben ő csak zálogkötelezettként kellett volna feltüntetni a banknak, de a bankok nem így tettek, hanem úgy tettek, azt csinálták, hogy zálogkötelezett és adós. Mit értek el ezzel? Az, hogy rátelepedhetnek a nyugdíjukra. Mert a nyugdíj a legbiztosabb bevételi forrás. Fontoltan tudták, hogy mi fog történni. Hogy mennyire tudták előre, képzeljék el, biztos önök is tudják, ha van gépkocsi hitelük, hogy opciós elővásárlási, opciós szerződés, stb. 5 évre odafigyelni, és a nap végére ígérem önöknek, hogy annyi tisztánlátással és ismerettel felvértezve fogunk egymástól itt elválni, hogy mindenki nyugodtabban fog hazamenni. Köszönöm, átadom Falu Zsoltnak. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Volt szerencsénk tegnap előtt találkozni országgyűlési képviselővel és a pénzügyi biztossal, aki tulajdonképpen az arcunkba vágta, teljesen mindegy, hogy mennyire van igazunk, a legnagyobb igazságokat is kimondhatjuk, ha nincs mögöttünk tömeg. Most megkapták! Nagyon csúnya világ fog következni egyesek számára, ugyanis most már nem csak az igazság van velünk, hanem az időjárás is. A 2008-as forrásokat, a 20 milliárdot, azt ellenetek használta fel, hogy olyan befektetést eszközölt, aminek a lényege az, hogy a forint erősödése az a számára veszteséget fog okozni. Több száz milliárdot. De volt itt a forint erősödés. Ezt most sikerült megállapítani. Összefüggésben ezzel a pénzügyi termékkel elég volt. Sajnálatosan ellenérdekeltjeink úgy gondolják, hogy 3000 ember élete járulékos veszteség, cserébe 3000 milliárd a hozam. A Nemzeti Bank tulajdonképpen elárult benneteket, elárult bennünket. Nemzeti Bank vezetősége kijelentette, hogy a magyar embereket, a magyar devizahiteleseket nem kell megmenteni. De halálba se szabad kergetni őket. Nem csak az a baj, hogy a meg nem alkotott szabályozással nem felügyelték ezt a pénzügyi konstrukciót. A meglévő törvényeket sem tartották be.
Az a szerződés, amit sokatok aláír, az egy nagyon egyszerű uzsora szerződés. Egyébként fogom várni, hogy a pénzügyi biztos, aki nem sokára megérkezik, milyen ötlettel fog előállni nekünk, hogyan fogjuk ezt a problémát megoldani, mikor be kell ismerni, hogy a bankok Felcsuti Pétert kiismeri. Egyet el lehet róla mondani, hogy szemrében és nélkül már nem tud hazudni! Még egyszer nagyon köszönöm, hogy ennyien eljöttetek, és ennyi szervezet részt vesz most itt, és támogatja azt, hogy ezt végképp eltöröljük! Köszönöm! Önöket beavatni, mind a Zoltán. Jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm a lehetőséget az Árpádnak, és elő is köszönöm az önök türelmét. Röviden megpróbálom érzékeltetni azt a hátteret, amiről az Árpi az előpakként beszélt, hogy a jog önök számára jogi értelembe biztosított, de ennek érvényre juttatása egy hétfői sárkány, illetve számos olyan akadály előzi meg, ami leküzdhetetlen, és miközben önök végig abban hitbe teszik a dolgukat, hogy az eredményre vezethet. Röviden, az én történetem 89. október 23-án indult egy tyúkpernek minősülő egyszerű kis cégalapítással, ami lesiklott a jog talajáról. Ebben az ügybe nem tudtam semmén sem szüleim, barátaim belenyugodni, emiatt elindultunk egy olyan rögös úton, amiről nyilván nem is sejtettük, hogy ez ma ide fog vezetni. Az, amit az Árpi által folytatott több évi munkából megismertem, teljesen tisztává teszi számomra azt, amit a 20 éve folytatott kényszerű pereskedés alapján bíróságokról, ügyészségekről és közigazgatási szervekről a mellettünk lévő épületben dolgozó embereknek kormányokon átívelő szemléletéről megtapasztaltam. Lényeg röviden annyi, hogy azok a személyek, akik Magyarországon ma hivatalos minőségben eljárnak bármilyen módon, tudatában vannak annak, hogy azok a bankok, akikkel ezek a szerződések megkötésre kerültek közjegyző jelenlét, korrupciellenes küzdelemmel összefüggésben folyamatban megsértik az eljárási kötelezettségüket. Itt csak röviden utalnék a
mindenki által ismert kulcsárügyre, ahol a banki tisztviselők, a pénztárosok azért ülnek a vádlottak padján, mert elfelejtették idézőjelbe megtenni a bejelentési kötelezettségüket akkor, amikor észlelték, hogy az adott ügyben olyan cselekmények történtek, ami a pénzmosási törvény értelmében jelentési kötelezettség alá tartozik. Viszont az ügyészség részre jelzett probléma minden esetben elhalt. Paul Péter úréktól az a válasz jött, hogy bűncselekmény megalapozott gyanújára utalom körül, mint tényadat, nincs és nem is. Elindult egy folyamat a rendszerváltáskor, amikor hirtelen több ezer ingatlan cserélt úgy gazdát, hogy az összes vonatkozó törvényt megsértve átírták egy más személy nevére. Ezek állami ingatlanok voltak, itt egy olyan vagyonvesztés állt be, amely vagyonvesztésnek a mai napig történő leplezése biztosítja a bankoknak azt a többlethatalmát, illetve azt a törvényen kívüliségét, ami miatt önökkel azt csináltak és azt csinálnak, amit akarnak. Nincs olyan fórum jelenleg, ahova érdemben lehetne fordulni, legyen ez bíróság, legyen ez ügyészség, bármely közigazgatási szerv, ahol a tényszerűen dokumentáltan előadott panaszra érdemi választ adnának. Ahogy a Árpi mondta az előttől, és akármennyire is tudjuk egymástól, vagy egymás ügyeiről tudva az, hogy a hatóságok ma nem képesek arra, és nem hajlandóak, ebből a hajlandóság legnagyobb baj, arra, hogy a írott törvénynek érvényt szerezzenek, ezért mindenkinek csak az maradt, hogy menjen előre, és össze kell fogni, mert a tömeg muszáj ahhoz, hogy ezek az ügyek előre léphessenek. Köszönöm a megtisztelő bizalmat, és köszönöm a bizalmat. Ha már eddig nem adtak hírt arról, hogy itt vagyunk, ezután sem kérjük, ha nem tudnak tisztességesen, becsületesen az igazságot, ha az igazságot nem tudják közzétenni, akkor köszönjük szépen a közmédiának, a fősodrású médiának, nem tartunk rá igényt. Nem tartuk rájuk igényt, mert mi nem csak a kilakoltatások ellen tiltakozunk. Mi gyülekezünk. A kürt meg lett fújva, és a hadsereg, a nemzet gyülekezik. Mi elsősorban nem a kilakoltatások ellen tiltakozunk. Mi a törvények betartását követeljük. Hát óriási különbség. Óriási különbség. Most tessenek körülnézni, megtelt a tér. Megtelt a tér anélkül, hogy a fősodrású média hírt adott volna róla. Mi a céljuk ezekkel a fél dezinformációkkal? Hogy ellenszenvet és ellentétet keltsenek a hitelesek és a nem hitelesek által, hogy átvállalták az önkormányzatok devizahiteleit, és a végtörlesztés meg az árfolyam rögzítés ügyleteibe bevonták a költségvetést, ezzel nem volt más szándékuk, mint három legyet egy csapásra. Soha, de soha nem tesznek semmit egy oknál kifolyólag, egy okból. Mindig legalább három dolgot kell keresni mögöttük. Az egyik az, hogy a feszültséget valamilyen szinten levezessék. A tömeges megmozdulást szétoszlassák. A másik, hogy a költségvetésből jogtalan pénzeket biztosítsanak a bankárkasztnak. Hát hiszen kik vették igénybe, akik egyébként is becsődöltek volna? Tehát ha becsődöl az adós, a bankár nem jut a pénzéhez. És ezt garantálták, hogy a költségvetés majd megfinanszírozza. De ez még mindig nem volt elég nekik. A harmadik, hogy összeugrasszák azt, aki felvett devizahitelt, azzal, aki nem vett fel devizahitelt. Mert aki nem vett fel, azt mondja, hogy neki most azért rossz,
mert hogy a költségvetés pénzből a devizaadósokat támogatják. Minket nem kell megtámogatni. Az igazságot és a törvényességet kell a lehetőséget és az esélyt a törvényhozóknak is, hogy esetleg hibáztak, és ha egy hibás törvény alapján egy rossz konstrukció született volna, akkor sem kellett volna hagyni, hogy az ország 40%-a ilyen méltatlan helyzetbe kerüljön. De itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy az összes lehető törvény mellettünk szól. Teljes mértékben mellettünk szól. Nincs itt a prostitúció. Itt jön. Jön a pénzügyi jogok biztosa. Én nem szólok bele, de majd, hogyha elmondja számunkra a híreket, majd lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatban, úgyhogy nagyon nagy tisztelettel átadom a mikrofont Dubravszky György, pénzügyi jogok biztosának. Köszönöm szépen Árpádnak a meghívást. Fél évvel ezelőtt még én is civil szervező voltam, ugye másfél éve indult a hiteltársulás, tehát tudom, milyen egy civil mozgalmat szervezni, milyen nehézségekkel jár. Ugye 2 hónapja kineveztek pénzügyi jogok biztosának, ilyen értelemben közszolga lettem. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember a közszolgálja, legalábbis az én értelmezésemben. 20 éve van családi vállalkozásom, és 20 éve vagyok szabad ember, tehát aki azt gondolja, hogy számomra egy hivatalba menni az siker, az ebben téved. Azért vállaltam ezt a posztot, mert úgy gondolom, hogy feladat van. Ezt az országot lassan betemeti ez a devizahitelnek nevezett termék. Civilként sok mindent kimondhattam, amit biztosként kérdezhetek. Egyébként pont ez a szándékom, ugye tudjuk mindannyian, hogy jön a tavasz, és ez nagyon sok családnak félelmet hoz. Mert azt azért fontos tudni, hogy azok a családok, akiket kilatkoltatnak, ők a társadalom számára elvesztek. És ezt amennyire csak lehet, ezt meg kell akadályozni. Természetesen jogilag tiszta keretek. Hiába kezdeményeztünk ezt, ugye hiteltársulásban 30 ezer szervezett ember kérte azt, hogy forinthitelt kapjunk a végtörlesztésre, de nem álltak velünk szóba a bankok, még kerekasztalhoz sem tudtuk leülni. Ez most végre sikerült, legalábbis jelenállás szerint, tehát a kormány abszolút támogatja, bankszövetség főtitkárával beszéltem telefonon, dr. Kovács Ferenc azt jelezte, hogy ők is nyitottak a tárgyalásra, hogy egyébként a február 1-i konferencián is jelezték. Igen, tehát a következőt kell tudni, tehát ahhoz, hogy leüljünk tárgyalni, ahhoz nekem volt 2 feltételem, mert egyébként nincs értelme. Tehát az egyik feltétel az, hogy a tárgyalások kezdetekor, és ezt mindenképpen el kell még kezdeni a március 1-e előtt, tehát a kilakoltatások moratóriumának lejárta előtt. Tehát az egyik feltétel az volt, hogy 45 nap moratórium kilakoltatásokra, árverezésekre, nem csak hitel kapcsán felgyújt adósságot illetően, hanem közüzemi tartozásokat illetően is. Tudom, hogy a 45 nap nem sok, ezért kértem azt, hogy kölcsönös egyetértés esetén ez a 45 nap, ez meghosszabbítható legyen. Nagyon bízom benne, hogy mivel mi a civil oldal mindenképpen kérni fogja a meghosszabbítást, szerintem a kormány is ebben partner lesz. Bízom benne, hogy a bankszövetség is érzi ezt a felelősséget, ami itt a megoldás kapcsán őket terheli. Ez az egyik. A másik, ami nagyon fontos, hogy először... Mi az a plusz költség, amit az elmúlt években befizettünk, az a bankoknál extra nyereség. Ugye ez egyértelmű, tehát pénz útközben nem vész el, tehát amennyivel mi többet fizettünk... Értem. Tehát következőt kell látni. Mint civil szervező, azért egy-két dolgot erről beszélnék, hogy... Ugye a hivatal, egy hivatal érére neveztek ki, hivatal még nincs. Egyetlen munkatársam sincs, én vagyok a hivatal. Per pillanat az, hogy ez miért van, ezt minden héten én is megkérdezem a minisztériumban, egyre hangosabban, mert minden héten úgy gondolom, hogy majd jövő héten, most is nagyon bízom benne, hogy jövő héten most már történnie kell valaminek, mert ez így a hivatal
tehát lejáratja, hogy úgy mondjam, a szándékkal ellentétben. Amit el szoktam mondani, hogy akkor fogjuk megoldani együtt ezt a problémát, hogyha ti, mármint hogy civilek, rám nyomást gyakoroltok. Ez nagyon fontos, mert akkor tudok én is nyomást gyakorolni a kormányra. Ez ugye szóhoz kell jutnom. Tehát kicsit úgy képzelem a helyzetet, hogyha ez a hivatal már mint a föláll, és ez egy 10 fős csapat lesz, de 10 oroszlánt szeretnék. Ez olyan lesz, mint a szög. Én bízom benne, hogy jövő héten elindulunk. Tehát olyan lesz, mint a... Elmondanám, hogy mit gondolok erről. Tehát szerintem ahhoz, hogy... Egyedül vagy a parlamentben! Jó. Értem. Szerintem, tehát bocsánat, a konferencián is, ugye ott én voltam a meghívó, ahol ott voltak a bankszövetségtől is, ott is előfordult egy-két bekiabálás, és én azt kértem mindenkitől, hogy ne felejtsük el azt, hogy akik nem igazán szerették, hogy a civilek elérik a céljukat, nagyon komoly érdek van arra, hogy úgy mutassanak be minket, hogy a civilekkel nem lehet párbeszédet folytatni. Tehát, hogy a civilekkel nem lehet szakmai kérdésekről beszélni, és a civilek nem hagyják szóhoz jutni az embert, ezt azért szeretném elmondani, mert itt állva az ember érzi azt, milyen az, amikor nem tudja elmondani, amit szeretne. Nem kell egyetértenünk dolgokban, de meghallgatni egymást azt hiszem, hogy kell. Tehát szerintem ahhoz, hogy valódi nagy tömeg jöjjön létre, egy nagyon fontos dolog az, hogy ez az egész ügy, ez politikamentes legyen. Azért politikamentes, mert az egyik dolog, hogy a legkönnyebb megosztani ezt a társadalmat, az a politika. Az egyik mond, egy is a politikusok. Nincs baj a politikusokkal, félreértés ne essék, de... Mondassatok meg, hogy mit mondok itt, most nem arról van szó. Jó. Tehát látni kell azt, hogyha valakivel... Tehát kétféle módja van a dolgok megoldásának. Vagy a tárgyalásos út, vagy a... Mondjuk úgy, hogy erőszakos út. Én nem hiszek az erőszakos útba, ezt jobb az elején tisztázni, hogy ki miben hisz, és nem összezavarni a másikat. Ha tárgyalni akarok valakivel, meg kell adnom a tiszteletet. Gondolhatok valamit a politikusokról, de az én magánügyem. Ha én tárgyalni szeretnék, akkor a tiszteletet a másik felé meg kell adni, hogy ő is megadja az... Na igen, de ezt mindjárt visszatérünk erre. Tehát figyelni kell arra, hogy minél sikeresebb egy mozgalom, a politikusoknak megköszönni, de azt mondani, hogy nem itt van a helyük, ne itt vívják meg a csatájukat, a devizahiteleknek nincs pártszimpátiája. Nagyon fontos, és ne is legyen. Fél mozgalomtól. Ez pedig az agresszív kommunikáció. Higgyétek el, hiába akarsz jó dolgot, hiába szeretnéd jól mondani, ha nem úgy mondod, ha gyűlölködve mondod, ha agresszívan mondod, az emberek többségét távol tartja, ezt el kell fogadni. Próbáld meg, mondd el az igazadat, mondd azt, hogy kerültél ebbe a helyzetbe, hogy esetleg törvényellenesen hogyan akarnak téged tönkretenni. De mondd ezt agresszíven, valakinek, aki kijön a metróból és el fog tőled távolodni. Az emberek nem szeretik alapvetően, az emberek többsége az agresszív kommunikációt. Ezt el kell fogadni. Az éjség nagy úr! Én értem, azt is értem, ha a türelem véges, mindent értek, én csak azt mondtam, hogy ha valóban megoldani akarjuk a problémát, akkor ahhoz vezet egy út. Én a legjobb szándékom szerint, tehát amikor azt mondtam, hogy végre eljutottunk oda, hogy szakmailag erre a nagyon alapvető kérdésre választ kapjunk, hogy devizahitel vagy deviza alapú hitel. Remélem, hogy ti is érzitek ennek a súlyát. Hogyha már első nap este úgy tudnánk jönni, hogy ez eldőlt, fölmutatjuk a papírt. Mert mélyen hiszek egyébként abban, hogyha a banki oldal meglátja a szakértőket, a valóban banki dolgokhoz értő szakértőket, akkor elmondja majd, bevallja majd az igazat. Nem tehet más. Nem tehet más. Van egy mondás, ez egy amerikai mondás, de én mélyen hiszek benne. Naiv vagy! Hadd mondjam el a mondást, és akkor lehet, hogy rájövünk, hogy Magyarországon is működik-e. Ez úgy szól, hogy katonaság csak katonasággal tárgyal. Katonaság nem tárgyal civilekkel. Mióta a világ így van, mióta a világ van, így működik. A katonaságon nem sereget értek. Nehéz végigmondanom egy mondatot. Nem biztos, hogy így egyébként létre tudunk hozni párbeszédet. Tehát aki úgy gondolja, hogy én ellene dolgozom, nem tehetek erről. Én mindig úgy voltam, hogy hittem egy útban,
és önfejűen makacsul jártam a magam útját. Aztán, hogy értem el erre eredményt vagy nem, ezt mindenki megítélheti. Egy dolgot viszont úgy gondolom, hogy elváratok. Ugyanazt a tiszteletet, amit én mindenkinek megadok. Hát megpróbálom így a mikrofont oda tartani. Több dolog is elhangzott itt. Tegező viszonyban vagyunk, gondolom nem gond, hogyha tegeződünk. György. Elsősorban elhangzott, hogy az agresszivitás a tömeg részéről, ne haragudjál, én ettől békésebb, hogy más szót ne használjak, tömeget nem láttam. Mindjárt adok lehetőséget a válaszadásra. Kettő. Amikor bekiabálás, mert nem lehet tárgyalni a civilekkel, igazából ugye azt te sem gondolod komolyan, hogy a civilek és bankszövetség közötti tárgyalást nem úgy képzeled el, hogy meg van töltve a Kossuth tér, és akkor majd a civilek bekiabálnak. Tehát a civileknek is van képviselő. Amikor megcáfolnak, pedig én nem azt mondtam. Tehát amikor agresszív kommunikációról beszéltem, nem arról beszéltem, ami most itt a téren van. Erre én büszke vagyok, komolyan büszke vagyok. Tehát ha belegondoltok abba, hogy milyen súly van nagyon sok százezer ember vállán, ahhoz képest most itt nagyon kultúráltan kommunikálunk. Ez nagyon fontos. Arról beszéltem, amikor agresszív kommunikációról szóltam, hogy sajnos ez előfordul. Szerencsére nem itt, de biztos ti is találkoztatok vele. Tehát hogyha azt szeretnénk, hogy sokkal nagyobb tömeg legyen, nem feltétlenül itt, lehet, hogy éppen az interneten támogatnak, hiszen ne felejtsük el azt, hogy aki már nem tudja fizetni a törlesztő részletet, lehet, hogy nem tudja megvenni a vonatjegyet, ezt el kell fogadni. De az internet az bárki számára elérhető, és egy mai világban a like, ugye... Amit közösen fogalmaztunk, tűzszünet, akkor várunk türelmesen. Amit még mondtál, hogy hát a 4 millió embert érintő problémához ez nagyon kevés. Hát ez egyáltalán nem kevés, mert ennyit a kormánypártok sem tudnak mostanában megmozgatni. De ha itt 4 millió ember lesz, akkor már nem kopogtatunk. És itt nem erőszakról beszélünk, de hát azért legyünk már két lábbal a földön. Tehát jó követő magatartás folytatva, még mindig csak kérjük. Tehát kérjük azt, hogy függesszék fel a végrehajtásokat, a jogtalan letiltásokat. Itt rengeteg özvegy van a tömegben, megkerestek a gyerekeiket elvesztették, 20-25 évesen felakasztották magukat, vagy más öngyilkossági formákat, és azt mondják, hogy szakembert akarnak, hát eddig csak szakértők, mindenki doktor, hát az egész parlamentben mindenki doktor.